Sűrű volt a program a karácsony előtti napokban a Tatai Diákotthonban. Ebben az időszakban rengeteg adományozó szeretné szebbé tenni a karácsonyt a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyermekek számára. Volt olyan kisgyerek a Talentumból, aki ő maga csinál gyűjtést, és megjelent itt a gyerekek által gyűjtött ajándékokkal, édességgel, plüssjátékokkal, de volt olyan adományozó, aki magánemberként bejött ide az intézménybe, és kért, hogy a nevét nem szeretné elmondani, nem szeretné felvállalni. De itt van ennyi Mikulás csomag, és itt van ennyi plüss játék, és ennyi játék, és szeretné a gyerekeknek felajánlani. Mi mindegyiket a megfelelő helyre elküldtük, tehát a megfelelő helyen van, a gyerekek hazavitték, és ami megmaradt, azt pedig a Kömlődi tagintézményünkbe vittük ki, hiszen ott is van rászoruló gyerek, úgyhogy ott a kollégák szintén szétosztották, úgyhogy itt új évre már nem marad ajándék, mert minden kisgyerek hazaviszi a fa alá. A Tatán is népszerű egy doboz, egy mosoly akció keretében hónapok óta névre szólóan gyűjtöttek többek közt a tatai gyerekeknek is, de ebből az akcióból jutottak ajándékok szovátai családokhoz. Kristály kezdeményezésével Sashegyi Orsolya, aki bennünket minden évben megkeres és megkérdezi, hogy mire van szükségünk, és segít ebben, úgyhogy hogy ezáltal nagyon értékes ajándékok kerültek most 100 nagyon rászorult gyermek nevével a karácsonyfa alá. Sajnos nagyon sok család van nehéz helyzetben, és van olyan, aki bizony csak itt éli meg ezt a csodálatos pillanatot a karácsony fa alatt, úgyhogy szomorú pillanatok ezek otthon. Volt olyan kisgyerekem, aki megkérdezte, hogy Hajni néni nekem is hoz otthonra a Jézus, és mondtam, hogy fog hozni, persze, és jött vissza januárba, és azt mondta, hogy nem mondtam neki igazat. Ez annyira kellemetlen percek voltak, de sajnos ilyen is van.